Jó estét kívánok! Önökkel párhuzamosan néztük a filmet vendégeinkkel, Ungvári Rudolffal, aki író, és szerepelt is a filmben, mint láthatták, és október 23-án az Erzsébet híd, Pesti hídfőnél az ellenzéki nagygyűlés egyik szónoka volt. Jó estét kívánok! És Tunk Andrással, a Keleti Válasz munkatársa. Jó estét kívánok! Az az igazság, hogy nem olyan nagyon figyeltek oda, mert ők már százszor látták ezt a filmet, és hát én is láttam el egy párszor, mert mióta bemutatta ezt az osztrák televízió a múlt év szeptemberének végén, azóta az interneten is föl volt, és én is láttam, ott többször is megnéztem, még osztrákul, és a kommentelők, az internetes hozzászólók körében kétféle nézettel találkoztam. Az egyik úgy szólt, hogy ez a film most aztán rendesen megmutatja, hogy milyen Magyarország, és igazolja ezzel az ellenzék legkeményebb kormánya szembeni kritikáit is. A másik nézet szerint pedig ez a film annyira árulkodó, mert hiszen annyira nem ilyen Magyarország, hogy azt mutatja meg, hogy a kormánnyal szembeni nyugati sajtókritikák mennyire megalapozatlanok. Na, kíváncsi vagyok, hogy a vendégeink mire jutnak ezzel kapcsolatban. Még egyszer jó estét! Ungvári Rudolffnak hogy tetszett? Nekem a film politikai intenciója tetszett, hiszen egyetértek vele. Esztétikailag, vagy szakmailag, dokumentumkészítés szempontjából rövidebbre vettem volna a dolgot, mert úgy jobban átjött volna a politikai üzenet. De abból a szempontból, hogy mennyire tükrözi híven, most a szándékától függetlenül, a politikai szándékától függetlenül, mennyire tükrözi híven a hazai, a itteni viszonyokat, tehát a magyar ember ráismer a hazájára ebből a filmből, vagy nem, ebből a szempontból mi a vélemény? Az a helyzet, hogy nincs megtévesztőbb a valóságnál. Ezért ebben a filmben megpróbáltak a valóság mögé látni, és ilyen alapon én hitelesnek tartom a filmet. Hát, ha már rám néz szerkesztő úr, akkor folytatom. Én nem tartom hitelesnek a filmet. Nem is emberként, nem is magyarként kérném ezt ki magamnak, hanem újságíróként. Itt ugyanis, hogyha arról van szó, hogy itt valamilyen újságírói műfaj, dokumentumfilm lenne ez, akkor nagyon lesújtó a véleményem. Hogyha azonban a propaganda művészet volt a cél, akkor itt kifejezetten azt hiszem, hogy új magaslatokig jutottunk. Mégpedig azért, mert ugye propaganda filmekben szokás olyat csinálni, hogy tényeket hamis színben tüntetnek föl. Na most, mivel ebben a filmben tények kevés tény van, itt még véleményekeseket is sikerül hamis színben feltüntetni. Tehát ez szerintem mindenképp megérne egy ilyen propaganda díjat. Úgy lehet véleményeket hamis színben feltüntetni. Én is csodálkoztam, amikor megnéztem többet szerre, akkor vettem észre, hogy ugye ez az osztrák közönségnek készült. Itt Magyarországon nyilván mindenki tudja, hogy ki az a Bauer Tamás. Az osztrák közönség viszont, hogyha azt látja, hogy van egy vélemény, és ott már gyakorlatilag pszichológusba megy át a jelenlegi miniszterelnökkel kapcsolatban valaki, akit egyszerűen közgazdásznak és volt parlamenti képviselőnek neveznek, az számára nem derül ki, hogy ez az ember egyébként, aki most beszél, az egy kis pártnak, Gyurcsány Ferenc pártjának az alelnöke. Tehát, hogy ilyen dolgokat elhallgatni, hogy itt a politikai küzdelemben egyébként résztvevő ember mondja, hogy nincs demokrácia, miközben a pártja egyébként indul választásokon. Tehát, hogy annyi minden van ebben a filmben, ami újságíró etikailag a minimumot nem üti meg. Hogy ezért ebből a szempontból ezt mindenképp szórakoztatónak és tanulságosnak tartom, tehát így ne csináljunk. Hát az azért nem egy érv, hogy Bauer Tamás az előző kormány politikusa volt, mert az természetes egy demokráciában, hogy az egymást váltó kormányok politikusai bírálják az éppen fennálló kormányt. Csak azt élik odaérni, hogy a dolognak politikusa volt. Sokkal inkább az a lényeges része, hogy én jelenleg körülbelül három olyan dokumentum műsort ismerek, amely Magyarországgal foglalkozik ezzel a filmmel együtt, és az egyik a Cinkóti Csabának Svédországban készült filme A nácik jönnek, a másik az Stefan Osvátnak a Bajor műsorban készült filmje A turul árnyékában, és mind a három film ugyanilyen politikai intenciókkal rendelkezik, mint ez a film, és akkor indokolt talán föltenni a kérdést, hogy miért pont
ilyen filmek készülnek Magyarországon, valóban. Mert ez azért nem véletlen. Nagyon jöttem volna egyébként, hogyha Lendvai úrral tudok szemben ülni, mert ugye Ungvári úr nem felelős a filmért, tehát nem jó, de én felelősséget filmet. Vállalok a filmért, és egyáltalán nem szégyellem ezt a filmet, mint ahogy nem szégyellem a másik két filmet is, és azért, mert ennek nyomós okai vannak, ugyanis nem véletlenül készülnek ilyen filmek, ez igaz, mert ha eltekintünk attól, hogy esetleg egy liberál bolsevista összeesküvés van Magyarországról, de gondolom, hogy jelenlévők ezt az üldözési mániát nem osztják. És ebben az esetben viszont azt kellene megnézni, hogy hát miért készülnek? Mit lát a nyugati szemlélő Magyarországról a híreken keresztül, amelyeket nem az ellenzék mutat meg? Nem az ellenzék mutatja meg, jelen esetben Paul Lendvai mutatja meg, akire nem sokára kitérhetünk akár, de csak hogy nézzük, hogy vajon ahova szánták, ott a fogadtatás milyen volt. A pressze, ami igazán nem nevezhető egyébként Magyarországa, pontosabban a magyar kormánnyal szemben kritikátlannak, vagy elfogultnak, azt írta erről, hogy Einäugiger Blick auf Orbáns Ungarn, azaz, hogy félszemű pillantás Orbán Magyarországára, és a kritikában eléggé lehúzta ezt a filmet, sőt, nagyon is lehúzta ezt a filmet, mint elszalasztott lehetőséget, mert újságírói szempontból nem fér meg az, hogy 80-90%-ban ellenzékiek, akik még sincsenek mutatva, hogy ők valójában ellenzékiek, és milyen típusú ellenzékiek. Íróként, mint például Ungvári úr, egyszerűen íróként tűnnek föl. Miközben hát már 2010 novemberében Ungvári úr ott állt a Gyurcsányista Demokratikus Koalíciónak a tüntetésen, Gyurcsány Ferenc előtt volt kedves szónokolni, és akkor elmondta, hogy a, nem tudom most milyen karika van kint, de hogy a prostituált anyját mindazoknak, akik a magyarságát kétségbe vonják. 16-os, nem tudom, ez belefér, ennyire nem tudom a médiatörvény. Tehát a lényeg az, hogy egyrészt a pressze is úgy értekelt, hogy ez a film ez nem. Másrészt az egyetlen olyan blogger, és ezt nem úgy kell elképzelni, mint Magyarországon a bloggereket, Andreas Unterberger, aki a pressznek egyébként régebben volt főszerkesztője, és az egyetlen blogger, aki megél a blog, saját blogjából Ausztriában, egy nagyon-nagyon elfogadott és nagyon ismert közéleti figura. Hát az ő minősítése ennél sokkal durvább volt. Ő azt mondta, hogy kikéri magának, hogy az osztrák adófizetők pénzéből egy ilyen hetsz kampányra költsenek olyanok, ráadásul, akik már túl azon, hogy jóval túl vannak a nyugdíjkorhatáron, mint például Paul Lendvai, egyértelműen olyan számlájuk van a kormánnyal, amilyenről nem számolnak be. Tehát egy ilyen filmnél nem állt, hogy végülis miért készül ilyen. Nem állt elmondani, hogy Paul Lendvai... Helyzet, hogy ön itt most személyeskedik, és ennek nincs sok értelme, mert azt kellene megnézni, hogy miért készülnek ezek a filmek. Teljesen mindegy, hogy önnek ez nem tetszik, és propagandafilm, mert hát természetesen a kormányoldalt képviseli, de ha megnézzük, hogy mit hallanak a magyar valóságról... Az újságírás próbálom képviselni, mert ez nem az. Kedves Tumf András, ön azt írta a Centrális Erőtérről minap a lapjában, hogy ez a normális, a józan észrehallgató, értékelvű, minőségelvű és teljesítményelvű jobboldali politizálás. Márpedig nem írtam. Ön ezt írta, szinte szó szerint idézem, soha. És ez azt jelenti, hogy ön nagyon jó indulatúan kezeli ezt a kormányt, jó hiszeműen is. Az a helyzet, hogy ugyanis a Centrális Erőtér Orbán Viktor szavában, és ezt viszont hallják a külföldiek. Zavarja, hogy nem írtam ilyet? Mert akkor tehát azért tegyük tisztába a dolgokat. De hogyha már személyeskedés, én pont azt nem értem, hogyha van egy ilyen film, például, hogy lehet olyan szintig lemenni egyébként? Mindenkinek lehet véleménye egyébként, hogyha be van mutatva, hogy mi a relevanciája annak a személynek. Schiff András például azt mondja, hogy ezek primitív emberek. Tehát aztán a végképp a személyeskedésnek a terepére tévedünk. Mondom, pszichológiai megfejtések vannak Bauer Tamás szájából. Gyurcsány Ferenc, aki gyakorlatilag mint egy ellenzéki politikus nyilatkozik csak szimplán, puszta Putyinnak nevező, ugye ez pont az osztrákoknál és a német nyelvű sajtóban amúgy már elterjedt volt akkor is, mikor ezt használta. Az a Gyurcsány Ferenc egyébként, aki Putyinnal a legtöbbet találkozott, és nem is értjük, hogy ez most dicséret akkor a szájából, vagy sem. Tehát, hogy mondjam, a magyar, szerintem ezen nem érdemes vitatkozni, mert ezt szerencsére most látták a nézők, el tudják ők dönteni maguk, felnőtt emberek, hogy ez a film ez leírja a magyar valóságot. Csak hogy azok, akik ezeket a filmeket készítik, azok például azt hallják, hogy Orbán Viktor viszont a Centrális Erőteret úgy fogalmazza meg, hogy van egy jobboldali párt, amely a maga természetességével képviseli a nemzeti érdeket, és véget vett a különböző vitáknak. Na most ez a szöveg egy
Mi az, hogy genetikus alapon képviseli egy jobboldali párt a nemzeti érdeket? Ez nyugaton teljesen szokatlan. Ezen kívül azt látják nyugaton, azok, akik ezeket alapon a filmeket akarják készíteni, hogy Magyarországon felszámolták a hatalom megosztás demokratikus rendszerét. 1989 óta alakult minden olyan intézményt, amely a kormánytöbbségtől független, gyakorlatilag a saját kinevezettekkel töltötték be. És hogy minden, meg az olyan, minden olyan állami főség, az államelnök, az országgyűlés elnöke, az országos bírósági hivatal elnöke, a PFAS elnöke, az adóhivatal elnöke, mind-mind Orbán legszűkebb baráti köréből származik, és gyakorlatilag a fideszes politikusok kezében van a médiatanács, a számvevőszék, a kúria, és hát persze az ügyészség is. Gyakorlatilag mindenütt azt tapasztalja a nyugati megfigyelő, hogy Orbán csatlósai ülnek. Hát, és ezt a látványt, ezt mondja el neki, igen, és ezt a látványt, halva egy nyugati dokumentumfilmes, nem fogja kezét, lábát törni, hogy a kormány oldal szóvivőjét hallgassa meg, hanem meg akarja nézni, hogy mi az a televény, amelyből egy ilyen antidemokratikus rendszer kialakult, mert itt példátlan személyi hatalomkoncentráció valósult meg Magyarországon. És akkor nézzük meg, Ungvári úr, hogy mondjuk az a köztársasági elnök, akit ugye, aki a példátlan hatalomkoncentráció része, mit tett például a regisztrációjában? Az Alkotmánybíróságra küldte, ahol az előadó bíró egyébként éppen a volt fideszes miniszter Stumpf István volt, és mi történt? Az Alkotmánybíróság elkaszálta a regisztrációt. Hoppá, micsoda diktatúra az, micsoda demokrácia felszámolás, ahol egyébként a fékek ellensúlyok így működnek. Igen, micsoda... de a fékek ellensúlyok ebben az esetben úgy működnek, hogy nem működnek, mert a Rogán azt mondta, hogy bármikor megváltoztathatjuk az alkotmányt, de most éppen nem tesszük. És máskor, amikor az Alkotmánybíróság visszautasította a javaslatot, mint például a visszamenőleges adózás, vagy a bírósági perek elhelyezésére, ott megváltoztatták a saját alkotmányukat kapásból, mint egy papírrongyot, hiszen és a 98 attól függ kizárólag a hatalomgyakorlásnak ez a módja, hogy a Fidesz milyen kedvében van, hogy megváltoztatja ez alkotmányt, vagy nem változtatja egyébként meg. A Fidesz, és ez egyáltalán nem egy demokratikus eljárás. Az alkotmányhoz való hozzáállásban teljesen jogos kritikai pontok vetődnek föl. Egyébként ezek abban az esetekben, például a 98%-os különadó esetében is az történt, hogy az Alkotmánybíróság megtalálta a módját annak, hogy azt is elkaszálhassa. Tehát, hogy mondjam, nem kellene túlozni, olyan dolgokat mondani, hogy Magyarországon már vége a demokráciának, hogy ez ugye elhangzik a filmben. De hát sőt, olyanokat mondani, hogy hadd fejezem be. Másrészt pedig ez azért már túlmutat azon ez a film, és pont amit Ungvári úr mondott, örülök ebből a szempontból, hogy itt ül, amikor arról van szó, megint csak nem tényekre alapozva, hanem ki tudja mire, de talán most megtudjuk, hogy a magyar társadalom nagy része, jó része megmaradt 1944-ben, nem hagyott rajta nyomot a szocializmus, valójában semmi, ezért lehet az, hogy Orbán Viktor ezzel a retorikával itt van. Na most Ungvári úr, hogy lehet az, hogyha ez így van, és ez a kontinuitás megvan a magyar társadalomban, gyakorlatilag fasiszta, akkor... Soha nem mondtam, hogy fasiszta. Örülök neki. Hogyha 44-ben ragadt le, akkor hogy lehet, hogy 94-ben Horn Gyula győz, 2002-ben Medgyessy Péter, aki egyébként megint csak itt tárgyi tévedés, hiszen ki van hagyva a filmből, tehát Orbán után Gyurcsány következik, de se baj. Hogyan lehetséges, hogy 2006-ban Gyurcsány győz, hogyha ez a nép lélekben van? Én az ilyen nép lélek dolgokat tényleg úgy tudom kezelni, ez a rasszizmus egy formája. Egy ország társadalma, egy nemzet nagyon különböző emberekből áll. Például áll baloldali beidegződésű emberekből, jobboldali beidegződésű emberekből, és a magyar jobboldal volt az, amelyik semmit nem tanult és semmit nem felejtett. Nem a baloldali beidegződések, azok is elég sarasak, de nem lózunk, ebben de... a formában, ez de... nem lózunk, hanem egy történelmi tapasztalat. És ilyen értelemben a két jobboldali és baloldali tábor között van egy viszonylag átmeneti tábor, amelyik bizonyos mértékig csapódik. És a Fidesz a regisztrációval pont ezt a tábort akarja kikapcsolni, Ungvári, hogy a saját jobboldali többségével tudjon állandóan operálni. Mert a baloldali tábor viszonylag gyenge Magyarországon. És ez a bizonytalan tábor az, amelyet néha meg tud nyerni. Ennyi a magyarázata. De maga a magyar jobboldal az egy nagyon robusztus történelmi képződmény, és sajnos nem olyan, mint a lengyel, mert ez a magyar jobboldal
nem tudott a világháború idején egy emigráns kormány kizadni Angliában, miközben a lengyel kibosz. Ami a filmből is visszaköszön egyébként, tehát a magyar társadalmat itt, hogyha megnézzük, ki képviseli, egy jobbikos taxis. Tehát elhiszem, hogy vannak jobbikus taxisok, láttam is már én is az utcán ilyen nemzeti taxi feliratú, nagyon ritkán látni egyébként, ebből kevés van, de hogy gyakorlatilag egy film, amelyben a magyar társadalmat senki más nem képviseli, az utca emberét úgymond, csak egy jobbikos taxis, aki aztán össze van mosva mindennel, a gárda össze van vágva azzal, hogy egyébként egy nemzeti ünnepen mondjuk a miniszterelnök beszél, tehát ez olyan csak remek hogy egy filmben mindig lényeges vonásokra koncentrálnak, és ez a vonás azért lényeges ennek a taxisnak a szereplése, mert a maguk miniszterelnöke azt mondta, hogy ellenfeleink idegenszerűek. Ez egy fasiszta lózunk akkor is, hogyha Orbán Viktor netán nem lenne fasiszta. És ugyanez a miniszterelnök azt mondta... Ezt miért nem vágták be a filmbe, Ungvári úr, hogy idegenszerűek? Ezt hát miért nem vágták be? Miért nincs a filmben benne, hogyha ilyet mondott? Ez a vitában, nem, nem emlékszem, hogy ilyet mondott volna mondjuk Orbán. Nem, ez úgy emlékszem, hogy ez a Tisza kormány... István, nem, úgy emlékszem, 2000-ben hogy volt a Tisza István temetési szertartásán, mondta Orbán Viktor, és 2002-ben ugyanígy a maguk miniszterelnöke azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Ez is egy fasisztoid gondolat, még ha Orbán Viktor talán nem fasiszta. Nemzetből azokat, akik nem az ő saját politikai nézeteiket képviselik, és éppen ezért egy ilyen pasas szerepeltetése, egy ilyen neonyilas szerepeltetése, azt mutatja, bizony, mert ezek az orbáni mondatok tulajdonképpen odabandzsítanak a Fidesz ama választói tábor részére, nem az egészre, amelyik szélső jobboldali. Orbán ezeket akarja megnyerni. Na már most Európában sehol nem próbálják ezt a tábort csupa megnyerni. Remek, csupa remek feltételezés, de még mindig nem tartunk a tényleg. Ha már tényeknél tartunk, elhangzik a filmben például, ugye az egy fő iránya a filmnek, hogy, ez mind nem európai. Most ugye már idéztem európai válaszokat arra, amilyen ez a film, tehát nincs olyan, hogy európai önmagában. De ha már két eljárást is indítottak Magyarországon, ugye hangzik el a filmben. Nézek, 2011-ben 57-et indítottak kötelezettségszegési eljárás Brüsszelben Magyarország ellen. Egyébként nem tudom, Ungvári úr tudja, hogy abban az évben, amelyről a film is szól, mennyit indítottak összesen. Nem, jó, elárulom. 1775 volt ami a kötelezettségszegési eljárások száma, ebből 57 volt Magyarországi. A vicc az... És miközben ennek ehhez a filmek, a kötelezettségszegési eljárás? Hát az éppen, hogy ugye ezt behozza a témába a film, hogy eljárás indul Magyarország ellen. Ausztria ellen például, ahol ez a film lement, 60, Lengyelország ellen 80 körül, németek ellen 90, 100, tehát hogy mondjam, olyan érvekkel operál. Igen, ám csak ezekben az országokban nem számolták föl a hatalom megosztás rendszerét. Mint az előbb kénytelenek voltunk belátni, Magyarországon sem számolták föl. Történtek kísérletek a hatalomnak a központosítására, a túlterjeszkedése is voltak. Az nem felszámolás, hogy mindent Orbán emberei töltenek be. Ez ön szerint nem felszámolás, hogy az összes érdemi intézményt fideszesek urálják. Nézze, ez nem a hatalom felszámolása. Uram, nem változott a miniszterelnökük az Dakota közmondásokat szokott idézni. Én magyar közmondást idézek. Fejétől bűzlik a hal, és a holló a hollónak nem válja ki a szemét. Úgyhogy ilyen értelemben ez a rendszer semmi más nem jelent, mint egy személyes írói munkásságának része nekem nagyon tetszik, mert tényleg érzelmes, majdnem olyan érzelmes, mint a prostituált anyjukat, amit volt kedves elmondani. De ettől függetlenül... Uram, ön most itten nagyon személyeskedik, ugyanis az kihagyja, hogy én ezt a mondatot azért mondtam, mert Orbán azt állította, hogy idegenszerű vagyok, hogy nem tartozom a nemzethez, és ezek olyan súlyos, ellenséges és nem európai kultúrált állítások, amikre nem csoda, hogy az ember így reagál. Minden indoka megvan arra, hogyha a nemzetből ki akarják rekeszteni, mert hiszen a zsidó üldözés is azzal kezdődött, hogy a nemzetből akarták kirekeszteni az embereket. Ezt egy felelős miniszterelnök. Ez egy politikai ellentétről van szó, és nem származási ellentétről mindenképpen. Tehát én nem azt mondom, hogy ki kell rekeszteni. Politikai ellentét, hogy valaki a hazához tartozik, vagy nem? Hát ne haragudjon. Értem, nem származása miatt mondta azt önről, ha mondta. Teljesen mindegy. Azt mondta, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Ezek szerint, mivel én az ellenzék vagyok, és ő a haza,
ezért én nem tartozom a hazához. Ez teljesen egyértelmű, és ez hívószó annak a társaságnak, amelyeket itt... Bocsánat, tessék elképzelni, nekem mondta ezt. Én azóta se értem 2002-ben, de ezt akkor volt, amikor ellenzékben volt. Ez akkor volt, amikor ellenzékben ugyanúgy mondta. Ennek a kormánynak a híve, mint a kikérem magamnak. Másik vitakartalmat. Ez nagyon ez fáj. Lehet, hogy a saját elbarátaiknak beadhatják, de senki másnak e tévé nézői közül. Én nem szeretném saját magamat itten fényezni, de ez mi 35-36 éve ismerjük egymást. Tehát nem ott kezdődik a bírálat, hogy az embert megtámadják a személyben a nyilvánosság előtt. Ez nekem nagyon fájt. Hát nekem is nagyon fájt. De, bocsánat, de nem ismeri 36 éve, hát most találkoztak először. Most csak felidéztem egy mondatot. Én csak azt szeretném mondani, hogy én semmi okot nem adtam arra. Én is Orbán Viktort idéztem fel, azok sokkal súlyosabb mondatok, mert egy felelős miniszterelnök mond olyan elképesztő az európai demokratikus kultúrától idegen állításokat, amelyek vállalhatatlanok és elfogadhatatlanok. És önök ezt mindig le akarják játszani, meg félre akarják tolni. De ezt nem lehet félre tolni a magyar politikai kultúrában. Én azt szeretném mondani, hogy ezt a személyeskedést ezt el kéne hagyni. Ugyanis lehet, hogy mondjuk például én... De ne csak nekem. De a személyeskedés csak azért mondom... van értelme, csak ne haragudjon, azért szerettem volna erre fölhívni a figyelmet, mert az osztrák nézőknek nem hívta föl senki a figyelmét arra, hogy olyanok beszélnek, akik egyébként bocsánat, nekem ott vannak. Én a muszáj visszautasni. Bocsánat, én vagyok itt a műsorvezetők, hadd beszéljek egy picit, jó? Itt az történt, hogy engemet nem mint szemét, nem ez az érdekes, hanem mint azt, aki műsorvezetői szerepkörben van itt, megtámadtak azzal, hogy én persze a kormány híve vagyok, teljesen mindegy, hogy minek vagyok a híve, semmi okot nem adtam arra, hogy nem csináltam semmilyen propagandát, nem foglaltam állást a kormány mellett, erre semmilyen okot nem adtam, csak egy tényt próbáltam leszögezni, illetve elmondani, hogy ez hogy történt, és ebből a szempontból teljesen mindegy, lehetek én az amerikai imperializmus ügynöke, ez nem válasz arra a tényre. Ez nem volt méltó Ungvári Rudolfhoz, aki nekem nagyon régi ismerősöm, és jó emlékeim vannak róla. Én meg szeretek tiszta vizet önteni a pohárba. Na akkor tiszta vizünk van, térjünk vissza a filmre. Én nem szóltam semmit, ez nem igaz. Térjünk vissza a filmre. 2008, akkor már ugye van Jobbik, van Gárda. Érdekes módon itt úgy tűnik, mintha valahogy a Fidesz-szel, ugye ez a fasizmus, amit most Ungvári Rudolf is említett, a Gárda a Fidesz-szel összefüggésben lenne. Hát nézzük csak, Gyurcsány Ferenc alatt alakult az a Gárda, akkor masíroztak már Magyarországon. A cigánygyilkosságról szó esik. Ugye emberek haltak meg. Melyik kormány alatt? A Gyurcsány kormány alatt. Szó van erről? Nincs szó erről. Úgy tűnik, Gyöngyöspata ügy. Gyakorlatilag nem hallunk egyetlen falubelit sem. Mutatják ott azt a domboldalt, ahol gyülekeztek a véderő tagjai, ez valóban így volt. Nem tud meg az osztrák semmit abból, hogy az egy Kecskekő nevezetű terület, domboldal, ami egyébként a kis virágos kertje volt a falunak, amelyet ott a helyi cigány közösség, aki a 90-es évek után betelepedettek főleg, egyszerűen leromboltak. Csak hogy Gyöngyöspata... A feszültségből semmit nem tudnak. Az, hogy Gyöngyöspatán egyébként ott bemutatják a felvételt, amikor az a véderős úriember, tehát ez a szerencsétlen horogkeresztet vizel a porba. Na utána azt mondják, hogy tömegverekedés tört ki. Tömegverekedés ugyan nem volt. Négy ilyen véderős figurát, 80-an a helyi cigányság képviselői PP vertek. Na most ezt nem tömegverekedésnek hívjuk. Gyöngyöspatán fizikailag, hála jó Istennek egyébként, nem ért bántódásra meg. Ez nem derül ki. Úgy néz ki, mint a Magyarországon... Igen, csak hogy Gyöngyöspatán a lakosság túlnyomó többsége ezt a Jobbikos társaságot választotta. És egy dokumentumfilmben éppen elég bemutatni ennek olyan, a demokrácia azt jelenti, hogy például Hitlert is demokratikusan választották meg először, és Lukasenkót is demokratikusan választották meg először. Az nem indok, hogy valakit demokratikusan választok meg még, és akkor szélső jobboldali vagy szélső baloldali gazember. Na jó, akkor egy pillanatra térjük vissza oda. Nem érv. Egy pillanatra térjük vissza a filmre. Térjünk vissza arra a kérdésre, amit Ungvári Rudolf az elején felvetett, és szerintem ez nagyon érdekes volt, hogy miért van az, hogy nem ez az egyetlen, ez valamit tükröz abból, amit a nyugati sajtóban szoktunk látni. Ez a film. Most lehet, hogy a Die Presse azt írta, ugye idézte Stumpf András, hogy ez nagyon elrugaszkodik. Igen, de más idézeteket is lehetne mondani. De a standardot azért nem idézett, mert ott a készítő... De a film mellett is nagyon sok nyilatkozat, egyébként a Die Presse is lényegében azért pozitívban érte. Ez egy érdekes kérdés volt, hogy ha igaz az,
Igaz-e az, hogy ez a film tükrözi azt a képet, amit mondjuk például a német nyelvterületen nagyon gyakran festenek Magyarországról a sajtóban, és ha igaz, akkor ez mit jelent, vagy miért van-e? Fú, hát ez egy sokkal szélesebb kérdés. Nyilván itt mondjuk, ha konkrétan a filmről beszélünk, akkor Paul Lendvainak a személyes, sajnos nem személyeskedés, hát megkerülhetetlen, hiszen az osztrák területen ugye 57 óta él ott, ő tudósította végig a 70-es, 80-as éveket, az osztrákok számára ő mindenképpen egy elismert figura. De Németországot megszokott, nem ő. Megszokott figura. Németországot nem ő uralja, igazán. Látjuk, azt nem tudom, hogy én igazából erről a filmről biztos vagyok benne, hogy itt konkrétan Paul Lendvainak a személye az a súly, ami az osztrák közéletben ülő. Hát persze, a svéd filmnek pedig ami... Cinkóczi Csaba, és a bajor filmnek pedig Oswald Stefana, a Spiritus Rectora, úgyhogy ilyen értelemben a személyek nem sokat számítanak, mert miért nem készül egy kormánybarát film, nem kormánypénzből Magyarország mellett. A német jobboldal az pillanatilag nem bírálja hangosan az Orbán kormányt, tehát miért nincs a német jobboldal részéről olyan filmrendező, aki netán esetleg kiállna Orbán Viktor mellett, mert jelenleg a német vonalon egyedül Andreas Oplátka és a Hefti állnak ki, két matuzsálemi alak, és gyakorlatilag teljes csönd van, amikor Orbán... Igen, ugyanúgy, mint én. És ilyen értelemben nem látni fiatal rendezői nemzedéket, amely kiállna Orbán Viktor mellett, és nem véletlen, mert nem akarják magukat kompromitálni. Ja, persze, ez igaz, lehet, hogy így van, ettől függetlenül, ami a filmben állításként elhangzik, az egyszerűen nem igaz. Tehát mi igazabból például, amit itt, tehát Klubrádió, ugye? Klubrádió ügy egyébként tényleg felháborító ügye a magyar média történetnek, ez a paszkázás, ami jogilag megy, de ami elhangzik, hogy itt a sajtószabadságnak vége, nem lehet tudni, hogy mit lehet kimondani. Hát kérem szépen, valaki mondja már meg nekem, hogy lehet elhallgattatni majd egy újságírót. Én ebben a szakmában dolgozom, pontosan tudom, hogy sem. Nagyon egyszerűen el lehet hallgattatni nem az lehet újságokat, mivel a kormány részéről ezek a kijelentések, amiket én is idéztem Orbántól, ezek olyan megfélemlítő hatásúak, hát, aki fél, hogy gyakorlatilag a hirdetők mind kivonultak az ellenzéki lapok mögül. Se a Népszabadság, se a Népszava, sem a Klubrádió nem kap egyetlen egy hirdetés sem. Nézzük csak, akkor most felsorolt már ilyen, három olyan igen, olyan de csak három van, és nincs több, stoppoltuk. És az összes többi az úgy, ahogy van, a kormány zsebében. Igen, van. A HVG és nyilván a kormány értem, zsebében van. Én most napilapokról beszéltem, ja, két napilapokról, és ilyen értelemben ezek a lapok nem kapnak a hirdetést. A napilapok közül, ha jól tudom, még mindig a Népszabadság a legnagyobb, mintha nem a kormány kezében lenne, szerintem az egy baloldali, sőt, az nem, hát pontosan ezért nem kapja meg a hirdetéseket. Nézzük csak, a legnagyobb napilap... De hogy nem kapja meg? Baloldali. Hát csak azért nem kapja meg, mert félnek. És hagyj mondjak valamit, itt 96-97-ben bizonyára emlékeznek az urak. Volt egy olyan időszak, amikor gyakorlatilag a jobb oldalnak két olyan napilapja volt, amelyet Horn Gyula nevezte ki. Horn Gyula emberei töltötték be a vezető tisztséget, a Magyar Nemzet kiadójának élen, akkor Németh Péter volt, ugye azt a Népszava főszerkesztő, és az Új Magyarországot is egy olyan Kft. Tulajdonolta, amelybe Horn Gyula embere volt benne. Tehát akkoriban, 96-97-ben a jobboldali polgár, pedig akkor is létezett ilyen nyilván, nem tudott másból tájékozódni, csak olyan lapokból, amelyeket Horn Gyula küldött. Tehát nem volt egyáltalán. Konkrétan ma van akkoriban semmiféle orgánum. Megfélemlítés nem zajlott le a napilapok hirdetőivel szemben. Sem a Horn kormány idején, sem a Gyurcsány kormány idején a jobboldali lapokat nem fenyegette olyan veszély, hogy nem kapnak hirdetést. Hát miért nem kapnak hirdetést különben? Hát nem azért nem hirdetnek a hirdetők, mert meggyőződésük, hogy ezekben a lapokban, ön mondta, a Népszabadság az egyik legnagyobb példányszámú napilap. Hát egy hirdetőnek alapvető érdeke volna, hogy egy legnagyobb példányszámú napilapba hirdessen, de nem hirdetnek. Rudi, hát ez csak a megfélemlítés magyarázat. Oké, nem biztos, van, hogy ez igaz. Az igaz, hogy nem kapnak hirdetést. Okay. Az, hogy a kormányzati hirdetés. De azt megkérdezném, hogy és úgy látszik, hogy meg vannak félemlítve a népszabadságosok? Nem, de hát én nem azt mondtam, hogy az újságírók vannak megszégyenítve, hanem
A filmben sem arról van szó, hanem hát a filmben Júli azt mondja, hogy nem lehet tudni, az ember inkább nem mondja ki, hogy amit ki szeretne mondani, egyrészt ez van, másrészt pedig az, hogy... Én azt mondom, hogy nem az emberek, az újságírók megfélemlítése a lényeges, hanem a hirdetők megfélemlítése, mert ezzel húzzák ki van. Ezektől ami nagyon fontos, jó? Ami nagyon fontos. Valami nagyon fontos az elkövetkezendő 26 másodperc? Rengeteg, de azt meg kellene írni, szerintem meg is fogom, mert annyi minden van ebben a filmben, amit meg helyre kell tenni, és sajnos ez a fél óra nem volt elég. Igen, én meg azt mondom, hogy azon nagyon el kell gondolkodni, hogy nincs egyetlen egy film sem, amely emellett, a rendszer mellett, emellett a centrális rendszer mellett. Ez a tekintélyre érvele. Hivatkozás érvelési hibája, amikor azt mondjuk, hogy tekintély az, hogy nincs valami. Hát persze, hát ez nem tekintély. A nagy nyugat, köszönjük szépen. Az, hát a nyugat izgalmas volt, az nagyon szépen köszönjük. Biztos, hogy élvezték a nézők, akik ezt a műsort választották. Köszönöm szépen. Holnap Szőlősi Györgyivel találkozhatnak ugyanitt. Viszontlátásra.